time to put your lights up. Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb videó, és szerintem észrevehettétek, hogy ez nem egy lövöldözős játék, vagy bármi, hanem ez a Forza Horizonnak a úgymond intrója volt, és annyira tetszett, hogy ezt be kellett rakjam az elejére. Na de mindegy, amit ma fogtok látni, az a Forza Horizon, és meg kell, hogy mondjam, szerintem, ismétlem, szerintem, ez minden idők legjobb autós játéka, leghangulatosabb autós játéka, és ennek több oka is van, amit ebben a videóban fogok részletesebben kifejteni. Szóval, kezdjük is az elejével. A hangulata ennek a játéknak valami elképesztő. Nem szoktam nagyon kivinni a játékokat, de ezt a játékot, mármint a single playerüket, de ezt a játékot kivittem odáig, hogy már nincs mit csinálnom. Szóval szó szerint megnyertem az összes versenyt, ami a pályám, ami a open worldbe el van helyezkedve. És ennek több oka is van, ugye a hangulat az, egyrészt a zenék, azok nagyon-nagyon jók. Szóval így beleilleszkednek ebbe a Horizon Festival hangulatba. Hogyha nem tudnátok, ez egy fesztivál, egy ilyen autófesztivál, ami csak az autókról szól, és nekem ezt tetszik a Forzába, hogy ők igazából az autók köré teszik a hangsúlyt, és szerintem egy autós játéknak e köré kell tennie a hangsúlyt. Még egy ilyen játék van, az a Gran Turismo, és azt is nagyon szeretem, de ez a Forzától egy ilyen különleges húzás volt, hogy egy open world játékot csináltak, ilyen party hangulattal, és sok autóval van benne, 300-400 autó, úgyhogy amivel akarsz, mehetsz. És ugye a háttérben pedig szerintem random versenyeket fogtok látni, lehetséges, hogy halk háttérzenével, ki tudja. Úgyhogy igen, a hangulatról ennyit, a másik az a vezetés. Nagyon-nagyon jól megoldották a vezetési mechanikát, én nem kormánnyal játszom, hanem csak egy sima kontrollerrel. De azzal a sima kontrollerrel is nagyon jól lehet irányítani a kocsit. Én speciál ki szoktam kapcsolni a segítségeket, kivéve az automatikus váltást. Az az egyik, amit benn hagyok, mert az kontrollerrel elég nehéz megoldani. De azon kívül szinte mindent kikapcsolok, és az ellenfelek nehézségét körülbelül úgy közepesre rakom, hogy azért annyira túl nehéz ne legyen. És így nagyon élvezhető versenyek jönnek ki, szóval szorosak. Nagyon nehéz irányítani a kocsit, úgyhogy egy bizonyos szintű skill is beletartozik, úgymond. És egyszerűen ugye a vezetést is nagyon jól megoldották. Az eredeti Forzák, nem eredeti Forzák, hanem a, hogy mondjam, az ilyen autószimulátoros Forzák, a Forza 1, 2, 3, 4 és most az Xbox One-ra az 5. Ott még jobban megvan oldva a vezetés, de ez egy kicsit árkédebb sebre sikerült direkt azért, hogy egybe illeszkedjen ezzel az open world feelinggel. A másik, ez az open world, gyönyörűen néz ki ez a játék, szóval ennél szebb autós játékot még soha életemben nem láttam. Egyszerűen mindenki van dolgozva, végigmész utakon is, egy vízesés van a jobb oldaladon. Naplementekor gyönyörű a fesztiválnak a közepe, ahol megy a parti. És az autók gyönyörűen meg vannak csinálva, és azt kell, hogy mondjam, hogy a törést is mind a 300 vagy 400 modellre nagyon jól megcsinálták. Természetesen nem tudták mindegyik modellre egy külön-külön teljesen egyedi töréseket kihozni, de hát ez csak természetes, hogyha 400 autó van a játékodban. Szóval ez a Forza, és most ugye az E3-on bejelentették a Forza Horizon 2-t,
és annak majd írjátok be a trailer rét YouTube-ba és nézzétek meg. Szerintem az is elképesztő jól néz ki. Ezt a trailert azért raktam be, mert elképesztő hangulatos ez is, és így egybe hozza a játékot. És hát ezen kívül nem tudok mit mondani róla. Egyszerűen annyira tökéletesre meg lett csinálva. Egyszerűen annyira megvan az a hangulat benne, hogy jó, még egy versenyt lejátszok, mert egyszerűen annyira jó. És szépen fokozatosan ki van alakítva, hogy a top 250-ből fel kell jutnod a leghíresebb játékossá, vagy leghíresebb emberré a Horizon Fesztiválon. Kell találnod sufni kincseket, ez is valami elképesztő jó. Kijelölnek a térképen egy helyet, és valószínűleg ott van valahol egy sufni kincs. És te ott neked köröznöd kell kocsival, ameddig meg nem találsz egy ilyen roncs kocsit. Majd ezt Duck, ő az emberke, aki megjavítja a kocsikat, meg fejleszgeti őket. Ő megfogja a kocsit, így nagyon szépen megcsinálja neked és odaadja. Úgyhogy ilyen ingyen kocsikat lehet szerezni. Valamint még vannak ilyen kis táblák, amiket feldöntesz, és akkor kapsz kedvezményeket a Ducknál. Valamint még van egy ilyen úgymond mini játék. Ja igen, hogy végig kell járni az összes utat. Hogy amint végigjársz egy utat, ott megmutatja, hogy jó, most már egyet a 216 útból végigjártál. És nekem az ilyen kis játékok nagyon elhúzták az időmet. Szóval szó szerint végigjártam az egész Horizon Fesztivált, csak azért, hogy keressék meg utakat. És akkor még nem is beszéltem a multiplayerről, ami külön nagyon jó. És amit én szoktam csinálni ebbe a játékba, miután ugye kivittem, az például az, hogy mivel van feleslegesen 9 millió, mert ennyit lehet összegyűjteni, mivel hogyha kikapcsolod a segítségeket, akkor plusz pénzt kapsz a versenyeknél. És van 9 millió, és abból veszek drága kocsikat, például a Bugatti Veyront, és azt a kocsit feltuningolom Maxra Ducknál, majd kivegyek az autópályára, és megnézem, milyen gyorsan tudok azzal a kocsival menni. Ilyen 410-420-ra is kisikerült már tolni egy kocsit, és ez ilyen szabadidős dolgoknak nagyon jó. Valamint a multiplayerről ugye nem beszéltem, de most fogok. Többféle game mód van. Van ugye a sima versenyzés, lehet free roamolni haverokkal. De az én kedvencem az a playground mód. A playground mód az abból áll, hogy van háromféle játékmód, ha jöttem három. Az egyik az a király, a másik az infected, a másik a macska egér. A király az annyiból áll, azt hiszem, hogy van egy ember, és az a király. Hogyha neki mész, akkor te leszel a király. És akkor, mit tudom én, 5 másodpercig nem lehet senki más a király, és te megpróbálod tartani magad, hogy nehogy senki más neked menjen. A második második játék az a macska egér, aminek az a lényeg, hogy van két egér, és amelyik van két csapat, és annak van mindkettőnek két egere, van egy piros, meg egy kék csapat, és van három macskája és egy-egy egere. És a macskáknak az a lényeg, hogy a másik csapat egerét úgymond levadásszák, magyarán neki menjenek és próbálják akadályozni az előre haladásba. Valamint ugyanez a másik csapatnál, amit tudni kell erről, hogy az egereknek alacsonyabb osztályú kocsijai vannak, és a macskáknak meg ilyen magasabb osztályú. Szóval, hogyha mondjuk egy macska A osztályú kocsival megy, akkor valószínűleg az egér az C osztályú kocsival fog menni. A harmadik játékmód pedig az infected, ami hát gondolom elég egyértelmű, hogy egyetlen egy infected elkezd menni, vagy fertőzött, ahogy tetszik. Szóval egyetlen egy fertőzött elkezd kocsikázni, és az a lényeg, hogy neki menjen a többi kocsinak, hogyha egynek neki ment, akkor az is ugyanúgy egy ilyen fertőzötté válik, és így kell elfogyasztani az összes emberkét. És ez barátokkal nagyon-nagyon szeretem játszani, bár mostanában már nincs annyi, akivel tudok Forza Horizon-ozni, de régebben, amikor még volt, akkor nagyon-nagyon szerettem játszani így ezekkel a játékmódokkal. És még az is nagyon jó, hogy lehet ugye alapítani klubot, és oda a haverjait berakhatják a saját kocsijukat, amiket ők megvettek, berakják, majd te használhatod az ilyen multiplayer meccseknél, valamint a saját kocsijaidat is, amit a single playerben összegyűjtöttél, használhatod multiplayerben. Úgyhogy az ilyen kis megoldások nagyon-nagyon tetszenek,
és hogyha van rá lehetőségetek, akkor én ajánlom a kipróbálását, esetleg megvételét. Én speciál úgy szereztem be, hogy a Need for Speed Rivals-t adtam oda érte, és kaptam érte egy MV2-t is, meg egy Forza Horizon-t is, de egyszerűen a Forza Horizon az nálam mindent vitt. A Need for Speed Rivals-ről nem éri meg a játék, mert nagyon-nagyon unalmassá válik két verseny után, és nem ugyanolyan a feelingje a Free Roam-nak, mint például a Horizon-nak, és lehet, hogy jó a grafikája, de mindig sötét van, ami engem szó szerint depressziósá tett. Úgyhogy igen, szóval ennyit szeretem volna mesélni a Forzáról, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, egy 5-10 lájknak én nagyon örülnék, és akkor kiadok egy GTA 5-ös videót, mert már nem sokára készülőben lesz. Szóval még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, amit már mondtam, én Painful voltam, és a viszont hallásra.